A következő tíz év alatt a városi buszállomány felecserélhető lekormányzati és Európai Uniós források felhasználásával minimális karbonkibocsátású elektromos autóbuszokra, közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pénteken Zalaegerszegen. Kecskemét, Kaposvár, Békés Csaba, Székesfehérvár, Esztergom, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, valamint a Mátrai Hőerőmű térségében indulnak el egy éven belül a zöldbuszos mintaprojektek, melyek során egy hónapig tesztelhetnek a térségekben egy-egy elektromos buszt. A járművek telepítése teljes felszereléssel és töltőállomásokkal együtt, mint egy 50 millió forintba kerül helyszínenként, amit a minisztérium finanszíroz. Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal a mai napon írta alá a szerződést dr. Homoki Tamás alpolgármester. A cél, hogy a helyben gyűjtött tapasztalatokat felhasználják majd a jövőbeni pályázatok kiírásához. Az országban egy helyen, Debrecenben 12 darab elektromos buszt is vásárolnak. Az ott 800 millió forintból megvalósuló mintaprojekt tapasztalatait szintén felhasználják majd a későbbi pályázatok megtervezésénél. Az Öletbusz program finanszírozási alprojektjén keresztül a 2020-2021-es forrásokra október 15-én írnak ki 4,2 milliárd forint keretösszegű pályázatot, amelyel elektromos meghajtású buszok beszerzéséhez nyerhetnek támogatást önkormányzatok és közszolgáltatók. Dr. Homoki Tamás tábunknak elmondta, Kecskeméten a jelenleg közlekedő Mercedes-Benz csuklós buszok kiöregedésekor szeretnének majd új elektromos buszokat vásárolni. Így a város is ott lesz valószínűleg a program jövőbeni pályázói között.